Into the darkness. Fájdalmasan hosszú idő telt el, a legutóbbi Dragon Age játék, a megosztó, így is számos díjjal jutalmazott, és a kasszáknál is remekül teljesítő Inquisition megjelenése óta. És mivel folytatása a Dragon Age Dreadwolf alig ha fut be hamarabb 2023 végénél, vagy inkább 2024 elejénél, rettenetesen kivannak már éhezve a rajongók bármilyen kapcsolódó tartalomra. Nagyszerű lehetőség kínálkozott tehát a Netflix-el összefogó BioWare számára, hogy ismét a köztudatba emelje a franchise-t a kanadai, dél-koreai koprodukcióban megvalósult Dragon Age Absolution című animációs sorozattal. Elvégre láttuk, milyen jót tett pár hónapja a Cyberpunk Edgerunners a Cyberpunk 2077 megítélésének, arról nem is beszélve, hogy a játék eladásait is szépen felpörgette. Hogy hasonló eredmény várható-e a Red Dog Culture House alkotásától, vagyis hogy hirtelen tömegek kezdenének el érdeklődni az eddig megjelent Dragon Age epizódok iránt, az a következő napokban, hetekben fog kiderülni. Annyi biztos, hogy szemben azzal, amit korábban a BioWare és a Netflix is erőteljesen sugalt, az Absolution távolról sem ideális belépési pont egy Dragon Age szűz számára ebbe a fantasy világba. Laikusként csak kapkodni fogjuk a fejünket a párbeszédek során bedobott, semmit sem mondó, idegenül csengő nevek, a nem érdek visszautalás és kikacsintás hallatán, miként a cameózó szereplőket sem ismerjük föl, ha kimaradtak a korábbi játékok, főleg az Inquisition és a Dragon Age 2. A Dragon Age Absolution cselekménye valahol a Dragon Age Inquisition és a Dragon Age Dreadwolf eseményei között helyezhető el az idővonalon, azután, hogy az Inquisíció meghiúsította Corypheus terveit. A kevesebb mint 2,5 órában elmesélt történet egy nagyhatalmú vérmágiával aktiválható erekje, a Circulum Infinitus körül forog, ezt akarja megkaparintani az a csapat, amelyet a nyitó epizód bemutat nekünk. Van egy boszorkányos ügyességi pengeművész, Miriam, aki történetesen Tevinterből szökött elf rabszolga, egy sima nyelvű harcos Orléből, Roland, egy szüntelenül zsörtölődő törpe, Leclon, egy folyton tréfálkozó kunári mágus, Quidion, egy kötelességtudó egykori inquizítor, mellesleg szintén mágus Hira, és végezetül a betörést szervező szabadságharcos Fibanks. Utóbbival a Dragon Age Inquisition végigjátszás során összefuthattunk, még be is szervezhettük, de senkit sem hibáztatunk, ha már nem emlékszik rá. A nyaktörő tempót diktáló sorozat mindössze néhány percben felvázolja a társaság viszonyrendszerét, hamar nyilvánvalóvá válik, hogy kik ismerik egymást korábbról és ki kivel fog összejönni a későbbiekben. A BioWare munkásságának ismeretében senkit sem kellene meglepetésként érnie a csapat dinamikára, a karakterek közötti interakcióra és kapcsolatuk elmélyítésére fektetett hangsúlynak, ám míg ezek kibontakozása egy akár 50-100 órát is felölelő szerepjátékban teljesen természetesnek ható folyamat, addig az, hogy a 6 epizódból álló történet végére már puszipajtások lesznek, akik néhány nappal korábban találkoztak először, nos, teljesen hiteltelen. Aztán lehet, hogy csak mi vagyunk szőrszálhasogatók, mert ha valakivel vált válnak vetve harcolnánk démonok ellen, és az illető nem egyszer megmenteni közben az életünket, amit persze viszonoznánk is, a nap végére valószínűleg talán mi is a legjobb cimboránká fogadnánk. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy maguk az összecsapások kimondottan látványosak, és a vérrel sem spóroltak az animátorok. Mindazonáltal az állandó rohanásból fakadóan egyszerűen nem marad elég idő a karakterek kibontására és a jellemük árnyalására. Ezért a cselekmény azokra a szereplőkre fókuszál, akik, mint később kiderül, személyesen is érintettek a rablásban. Azáltal, hogy a visszatekintések Miriam múltjára megvillantanak egy keveset Tevinter társadalmi berendezkedéséből és szokásaiból, legalább részben jóvá teszik az Absolution alkotói a hibájukat, amiért annyira siettetik, hogy túljussunk az expozíción, és csupán pár mondatot vesztegetnek a sorozat, valamint a majdani Dragon Age Dreadwolf helyszínének bemutatására. Tevintert egyébként leginkább az különbözteti meg Tédász többi államától, hogy a mágusok nincsenek alárendelve senkinek, épp ellenkezőleg a soraikból kerülnek ki a legősibb és egykor leghatalmasabb emberi birodalom vezetői, a magiszterek. A templomosok pedig ahelyett, hogy őket tartanák szemmel, ugrásra készen várják a parancsaikat. Emiatt is pikáns az Absolution eddig nem említett szereplőpárosának, a Circulum Infinitus hatalmától megbobbanázott Rezaren magiszternek és Taissának, a templomosok parancsnokának viszonya. Akad a BioWare fantasy világánál aprólékosabban kidolgozott univerzum, nem is egy, de a Dragon Age játékok élvezhetőségét jelentős mértékben fokozza, hogy az írók rendszeresen tévednek morálisan ingoványos talajra, és teszik ezt abszolút tudatosan.
szerencsére ugyanez érvényes az Absolutionre is, tehát a heist movie fordulatait abszolút kiszámítható módon adagoló forgatókönyvben azért jutott hely megkérdőjelezhető döntéseknek hőseink részéről és az abúzív családi kapcsolatok témájának is, miközben újabb példát szolgáltat arra, hogy a pokolba vezető út is jó szendékkal van kikövezve. Csupán a megfelelő motiváció kell, és bárki a saját történetének főgonoszává válhat anélkül, hogy azt észrevenni. Az inkább a rajongóknak, sem mint az újoncoknak szóló Dragon Age Absolution nem sorolható ugyan a kihagyhatatlan adaptációk közé, de ha egy-másfél év múlva a Dreadwolf végigjátszása során szeretnétek átélni azt a pillanatot, hogy jé, de hiszen ezt a karaktert ismerem, akkor ne sajnáljátok rá az időt, rövidsége okán hamar ledarálható. Ha pedig már túl is vagytok az Absolution megtekintésén, akkor lent a kommentek közt mindenképpen írjátok meg nekünk a saját véleményeteket is a szériáról. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!